Közel 700 oldalban foglalja össze Csenger történetét a város monográfiája. A kiadványra már régóta nagy volt az igény. Több, jóval kisebb település is elkészítette már saját kötetét. A járásszékhely életében azonban kimaradt eddig. A források 1219-ben említik először Csenger nevét. Ennek tavaly ünnepelték a 800. évfordulóját. Ekkor született meg a döntés, hogy elkészítik a monográfiát. A kötet főszerkesztője azt javasolja az olvasóknak, ezt a könyvet kivételesen a végéről kezdjék olvasni, és úgy haladjanak visszafelé. A régi korok a történetét kicsit bonyolultabb is olvasni, valószínűleg az legújabb kori története közelebb áll mindenkihez, hiszen benne él. És általában egy ilyen monográfiának a legújabb kori történetét mindenki úgy szokta megírni, hogy, ahogy én meg szoktam fogalmazni magamon, túlírja, elkezd értékelni. Most a Fábián testvérek, Fábián László és Fábián Béla, akik mellesleg a mozgatórugói voltak ennek a kötetnek, ők ezt úgy írták meg, hogy rendkívül rigorózus a szöveg, szigorú, tényeket közül majdnem, hogy évente. Hát leírták azt, hogy melyik évben mi történt itt, amit ők legfontosabbnak tartottak Csenger életében. És ettől egy fantasztikus íve alakul ki ennek a településnek, hogy hogy fejlődött. A szerkesztők részéről hosszas gyűjtőmunka előzte meg a kötet elkészítését. A monográfia leginkább a csengeri lakosságnak, nem pedig a szakmának szól. Ez a kis település a Szamos partján, ez egy kis várjobbágy falucskából, mezővárosán nőtte ki magát az évszázadok folyamán, köszönhető a Csahogy és a Mellit családnak, és folyamatosan fejlődött, voltak visszaesések, főleg Trianon után, de mindig ki tudott mászni ebből a gödörből, és még a 70-es évek, amikor a járási rangot is elvették, és nagyon sok minden megszűnt, ezt is túléltük, és ez a csengerieknek az élni akarását és az akaratát a jellemzés ez a kötetben szépen nyomon is követhető. Az önkormányzat a terület és település fejlesztési program forrására pályázott. Végül 4 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyertek a monográfia elkészítésére. Nagyon fontos volt ez az önkormányzatnak, hiszen az elmúlt években, évtizedekben sem volt ilyen monográfiánk Csengernek, és most, hogy tavaly 2019-ben 800 éves volt a településünk, úgy gondoltuk, hogy ennek apropójából akkor kiadunk egy monográfiát, ami nagyon-nagyon jó sikerült, köszönöm tényleg a szerkesztőknek, az íróknak. A monográfiát a Magyar Kultúra Napján mutatták be Csengerben.